Sziasztok, Rikári féle kurta vloggal jelentkezem innen a Csepeli víztoronytól. És hogy mi az apropója a mai bejelentkezésnek, hát azt megmutatom nektek. Itt benézünk egy kerítésen, ugyanis a víztoronnyal szemben itt van a Hév állomásnak a hátsó traktusa, ahol egy ilyen régi Hév kocsi és egy régi személykocsi és egy teherkocsi látható. És hogy mégis mik ezek, erről beszélek egy kicsit. A mai kurta vlogban inkább csak a személykocsiról. Ez ugye, ami itt a Csepeli vonalon még a mai napig is közlekedik, ma M9A néven, magyar gyártmányú Hév szerelvény. Ugye tudjuk, hogy a többi Hév szerelvény, ami manapság közlekedik, az NDK gyártmányú. Hát ez még a magyar gyártmányú, a budafoki, akkor még B-Hév, később FVV, később BKV telepen, ugye, amit most újítottak föl, ott gyártották az első példányát, ez már a széria példányok közül való. Ebből a sorozatból nagyon sokat leselejteztek, ezt a 60-as évek elején gyártották, ugye az első példányokat 62-től 64-ig, de majd ebbe később jobban belemegyünk, mert erről az M9A típusról, aminek ez a pótkocsia, majd szeretnék csinálni további vlogot. Ez a kocsi, ennek a motorkocsiai már nincsenek meg, ugye ezek három kocsis egységek voltak, de valamiért ezt a mellékkocsit, pótkocsit itt megőrizték Csepelen. Hát egyes források szerint, legalábbis a HB webben, Hajtó Bálintnak a közlekedési weboldalán azt olvastam, hogy szalonkocsiként őrizték meg. Nem tudom, majd Bimbitől megkérdezem, mert ő neki valamelyik rokona itt dolgozik, hogy igazából mire használják. Úgy tudom, hogy ilyen kacatokat tárolnak benne, de az lehet, hogy a tehervagon. Na, szóval ilyen kincsek rejtőznek itt. Ez még így nagyjából eredeti formájában van relatíve. Tehát nincsenek a régi ablakokkal, meg ilyenek. Tehát ugye a maiak már egy kicsit máshogy néznek ki. Ugye, hát azért 50 év alatt kicsit változtatni kellett ezen a sztorin, és kicsit módosítottak a sorozaton. Na, hát folytatjuk majd, beszélünk majd az M9A Hévről is, meg az M9-esről, meg beszélünk majd a Hév teherszállításról is, és egyéb érdekességekről. Most itt zárom a kurta vlogot, szevasztok, csüssz!